Hiába a tél, egyelőre nem csökken a migrációs nyomás a határokon. Idén már több mint 12 ezer migráns tartóztattak fel a déli határon, és száznál is több ember csempész ellen indult eljárás, a számok pedig folyamatosan csak nőnek. Boldizsár Zsárkatának érkezett vendég a témában. Jó estét, és jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával beszélgetünk erről. Ugye a januári számokból már látszott, hogy idén még a tavalyinál is nagyobb a migráció nyomása. Tud-e friss adatokat mondani? Mondani, hogy hány esetben intézkedtek a határőrök. Meg most egyetem, mi a helyzet? A helyzet az, hogy továbbra is jelentős hatásértő nyomás van a magyar határon. A határtérségben, szerb területen elég, elég komoly csoportosulások jöttek létre. Mondjuk például tegnap Csakásod Hallomnál három nagy csoportba. 50 fő fölötti csoportokban fogtak el határsértőket. Általában a 400 és 500 fő között, sőt az 500 főt meghaladó határsértő mozgás is tapasztalunk egy nap. 13.600-at meghaladta tegnap éjfélig az idén elfogott határsértők száma. Ez tavaly, tavaly 7.400 volt ilyenkor, tehát ez is jelzi, hogy ez komoly nyomás, és 102 esetben indítottunk eljárást embercsempész ellen. Ez a magyar határon tapasztaltakat mutatja, de ha az európai migrációs útvonalakat megnézzük, akkor még ennél is jelentősebb növekedés tapasztalata a spanyol relációban, a Kanári-szigetekre és az olasz relációban is nagy számban érkeznek migránsokat szállító hajók, vagyis a téli időszak nál az eddig megszokottól eltérően nem állt meg, nem mérséklődött, nem csökkent a migrációs nyomás, hanem permanens növekedés láthatunk. Ugye pont azt gondoltuk, hogy majd a téli időszak, a hideg időjárás az majd egy picit visszafogja, de ugye nem ez történik, és hát ugye jelentősen emelkedik a számuk, és tulajdonképpen a, azt lehet mondani, hogy már az emberek biztonság érzete is, tehát hogy már azzal is problémák vannak, mert hogy az utóbbi időben már éleslő fegyvert is használtak. Egyre többen és bátrabbak az embercsempészek. Igazából lehet még súlyosabb a helyzet Öm, ne fessük az ördököt a falra, de természetesen előfordulhat, veszélyes szolgálat a határon szolgáltat teljesíteni és mivel nagy számba fogunk el határsértőket, akik a műszaki akadályrendszer leküzdésével kísérelnek meg átjutni, és eléggé felverték az árakat az embercsempészek az útban azok számára, akiket szeret, akik Ausztriába akarnak eljutni, ezért aztán az embercsempészek, ha lebuknak, vagy akadályozást tapasztalnak, akkor agresszív fellépés, vagy ott hagyják a kocsit, elmenekülnek benne a migránsokat, ez mindennapos esemény a magyar határtérségbe. A lakosság biztonsági érzete az elsősorban a szerb területen levő falvaknál mondjuk úgy, hogy nagyon negatív irányba változott hiszen a migránsok állandó jelenléte félelmet kelt az emberekben, és hiába, hogy alkalomszerűen a szervrendőrség összeszedi a határtérségbe tartozó, tartózkodó migránsokat és elszállítják táborokba, pár nap alatt visszaérkeznek újra, vagyis ez az útirány kedveltnek tűnik az embercsempészek szempontjából, és hogyha egy kicsit távolabbra tekintünk a balkáni útvonalon, mondjuk Törökországot megnézzük, hogy ott mi most a helyzet, a törökországi adatok azt mutatják, hogy növekszik, jelentősen növekszik az érkezők száma. Az érkezők zöme most már Afganisztánból származik. Az egy nagy kérdés, hogy Afganisztánban az ott kialakuló biztonsági, gazdasági, társadalmi helyzet milyen hatással lesz a migrációra. Jelen pillanatban igyekszik az afgán rezsim akadályozni a külföldre távozást ha nyilván a gazdasági helyzet tovább romlik, vagy a, úgy gondolják, hogy ez jó üzlet, akkor esetleg megnyithatnak csatornákat. Így is jelentős a Paki, Palesz, eh, Pakisztánba és főleg az Iránba érkezők száma, és onnan haladnak aztán Törökország felé, vagyis az előrejelzések, amelyek ezek a számadatok mutatnak, ezek azt jelzik, hogy a tavaszi időszakban folytatódni fog a migrációs nyomás a magyar határon is. Egyre több tagállam zárná le a, a, a határokat és tulajdonképpen vannak olyan tagállamok, akik bár mondjuk azt kommunikálják, hogy befogadóak, ennek ellenére mégsem befogadóak. Változhat-e az EU ezzel kapcsolatos politikája? 2015 óta azt látjuk, hogy az érkezőket először úgy gondolták, hogy mindenkit be kell engedni, aztán úgy gondolták, hogy jaj, jaj, mégse kellene mindenkit beengedni. Ma azt lehet talán általánosságban mondani az Európai Unió migrációs politikájáról, hogy hangsúlyozzák a külső határok őrizetének a fontosságát, segítséget nyújtottak a görög-török határon, a görög határok megerősítéséhez, jelenleg a lengyel határon, litván határon folynak megerődítési munkálatok, tehát azt mondhatjuk talán a francia elnökség, amelyik most január 1 kezdte az EU soros elnöki feladatokat, az ott elhangzottak azt mutatják, hogy a külső határok őrizete, a biztonság kérdése, a Schengeni övezetnek a, a léte a külső határőrizet biztonságától függ. Ebben általános megegyezés van, hogy ezt szükséges tenni. A továbbiakban azonban már nézeteltérések vannak, különösen akkor, hogyha egy francia elnökség programjában is előfordul, hogy megemlítik, hogy nagyon is fontos lenne a kötelező kvóták szerinti elosztás, ez a magyar emberek számára ez jó ismert 2015 óta különféle elnevezésekkel, ez visszatérően megjelenik az Európai Unió terveibe, és aki pedig nem akar kötelező kvóták szerint befogadni, az jelentős pénzügyi hozzájárulással segítse azokat, akik befogadnak. Ezt gondolnák szolidaritásnak a magyar, Álláspont, mert a magyar lakosság nagy arányban erősített meg különféle alkalmakkor, akár népszavazáson, akár lakos, nemzeti konzultációkon. Azt mutatja, hogy a magyar emberek nem szeretnék, hogyha Brüsszelből diktálnák, hogy kiket kell befogadnunk, eltartanunk és itt integrálgatnunk, különös azért nem, mert látják ennek az integrációnak a kilátástalanságát, vagyis komoly politikai küzdelem is zajlik a migrációval kapcsolatosan, hogyan lehet a szervezetbűnözésnek a tevékenységét megállítani, az embercsempészek tevékenységét felszámolni, hogyan lehet erőfeszítéseket tenni az útbaindulások megelőzésére, vagy az itt lévők, de menekül státuszra alkalmatlan személyeknek az a toloncolásába, mit tehetünk. Nincs egységes megoldás az Unióban. Ez, ez most is kiderül. Gyakorlatilag ugye két tábor van, a migráció támogatók és a migráció megállítók tábora, Magyarország és még jó néhány tagállam ugye az, az utóbbihoz tartozik. Németország azonban befogadó partnereket keres. Mit akar ezzel elérni Németország? Milyen hatással lehet ez a többi tagállamra? A, a, migrációs politikában nem ilyen egyszerű a dolog, hogy vannak a támogatók, meg a nem támogatók, de kétségtelen, hogy, hogy a 2015-ös helyzethez képest a a határőzeti feladatok és a belső biztonság összefüggése az világosan látható az európai emberek számára, akik pedig, mint például az új német kormány, amikor megalakult a kormány programjában, szerepelt, hogy Németország egy bevándorló ország, és mivel ott különféle például az atomerőművek bezárása kapcsán napelemek telepítése van napirenden, úgy gondolják, hogy ennek rendkívül a munkaerő igénye. Hát nem tudom, itt Magyarországon elfogottak között, azért nagy számba villamosmérnökökkel nem találkoztunk, tehát nem tudhatjuk, hogy egészen pontosan mire gondoltak Németországba ebbe az ügybe. Mi úgy gondoljuk, hogy végül is ezt a nemzetállamoknak kell eldönteni, Magyarország is eldöntötte ezt a kérdést sok évvel ezelőtt, és úgy gondoljuk, hogy a biztonság, a gazdaság stabilitása, a társadalom kiegyensúlyozott fejlődése, nem utolsó sorban a közegészségügy azt igényli, hogy ebben a rendszerben így maradjanak a dolgok, ahogy most eddig tettük, és mindaddig még Magyarországnak nemzeti kormánya van, ez így is fog maradni. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójának. Fő köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm.